Szeretettel köszöntelek benneteket a mai szombati találkozó, mint ahogy én ezt egész héten jeleztem. Vendégünk nem más, ki más lenne, mint aki már volt nálunk többször is, Szedlacsik Miklós. Hát, hogy ő miről fog beszélni, azt majd elmondja, szerintem igyekszünk sok mindenről. Viszont amiért én nagyon örülök, hogy eljön, mert olyan dolgokat tudok beszélni a Miklóssal, és nála a földön kívüli témák azok olyan témák, mint az átlagembernél a napi, akár egy politikai. Csak mi nem a politikában beszélgetünk, hanem arról, ami a külső térben van, ami sajnos nem akarnak sokan tudomásul venni, pedig a legeslegfontosabbat kéne tudomásra, hogy ki vagy te, honnan származol, mi a feladatod. És ebből a legeslegnagyobb gond, mi a te életfeladatod. Na most emberek úgy leélnek életeket, hogy soha az életében egyszer nem fut át rajta, hogy vajon miért születtem erre a bolygóra. Vagy mi lehetett a Jóistennek a szándéka velem, hogy engem ide tett, tök mindegy, hogy hova, és én ilyen hitvány módon csak egyszerűen napra élek. És el tudták velem hitetni azt, hogy egyszer élsz, és vége van. Közben meg egy kozmikus intelligencia ott lakozik benne. Jó, de hát ez nem magától bontódik, hanem azt szerint történik, hogy ki mit szeretne ebbe magáinak megismerni, és ebből mit tud majd használni. Hát pedig használni is kellene, mert azt az ismeretet használni is kell. Ma én biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek nincs feladata. Nincs olyan lény a Földön, akinek nincs feladata. Az állatoknak is, a növényeknek is van feladata. A szélnek is van, ami most szól. Mindennek van dolga. Például a polleneket már hordja, én látom a fákon, már most hordja a tujákon. Tehát mindennek megvan az oka, itt nincs véletlen semmi. A véletlen az nem ez. És ebből a kiindulásból mindig azt szoktam kitűzni célul, hogy olyan előadók legyenek itt. És ez teljesen mindegy, hogy ez a mai témák, mai történéseknek a dolgait beszéljük, vagy ami az én kedvencem inkább a nem ide való történetek, a múltbeli, vagy esetleg már a Földön kívüli témák is napirendre kerüljenek. Miért fontos ez? Az azért nagyon fontos, mert az emberek tényleg azt hiszik, hogy annyi történik a világban, amennyit ő észrevesz. Pedig a látható világ 4%. A nem látható a 96. Na abból ő mit érzékel? Tudna érzékelni, mert a nagyon régi időkben, és az a nagyon régi, ezek már több tízezer, meg százezer évről beszélünk, az nem látható világgal teljes mértékig együtt tudtak létezni. Tehát el tudták fogadni. És nekik nem volt furcsa az, hogy én beszélek egy földön kívüli fajról, és az nem olyan neki, hogy jaj. Tudni kell, hogy melyik földön kívüli faj honnan érkezik, tudni kell, hogy melyiknek mi a feladata, ott is mindegyiknek van feladata, és amikor azt mondjuk, hogy valamelyik rossz szándékú, akkor hozzáteszem, igen, de annak van egy oka is. Ha fölismered, akkor te már fogod tudni. A felismerés, és hogy fölváltja a hitrendszereket, a tudás, és innentől nem vallásokba, meg izmusokba hiszünk, amit majd kiderül, már egy életet le fogunk élni, hogy sehova nem vezetett, és mind csak egy módosított gondolkodás irányába vitt el az embert, és az elméje már teljes mértékig át van itatva dogmákkal. Amikor valaki a belső útját járja, tehát azt a belső hangot, amikor a sugallatod fog érvényesülni, és ezt én mindig mondom, és minden, tök mindegy, hogy ki ül mellettem, és kik vannak, és kik nézik. Mindig azt mondom, hogy a sugallatod, a belső hangod, az intuíciód az, ami a legfontosabb iránytű. Ha azt valaki fölírja, megteheted, ott a belép a szabad akarat világába, ahol viszont meg a célok, ha nem úgy jönnek össze, mint ahogy te szeretted volna, pont fordítva sül el, akkor azt fogja neked mondani a környezetet, hogy hát te döntöttél. Hát a szabad akarat. De volt neked egy sugallatot, hogy nem menj arra? Igen, azt mondom, hogy igen, volt egy érzésem, hogy nem csinálom meg, de mégis úgy voltam, hogy megcsinálom. Látod, az elsőre, ha hallgattál volna, akkor most ezt nem tapasztalatod meg. De ennek is volt egy jó üzenete. Nem fogod legközelebb lesöpörni egy mozdulattal a sugallatodat, az érzésedet, hanem azt mondod, hogy igenis oda el kell menjek, igenis azt meg kell ismerjem, és akkor fogunk rájönni, hogy az több, mint egy megismerés, több, mint egy megtapasztalás. Mert az idő
vonalon minél idősebb lesz valaki, annál inkább ez bölcsessége fog megnyilvánulni, és akkor azt már lehet hasznosítani. Teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, teljesen mindegy, hogy hol élünk, milyen neműek vagyunk. Itt nem nemre, meg korra kell figyelni, hanem az élet feladatunkra. És az élet feladatunk az mindenkinek determinálja azt, hogy hogyan éljél az életét. Mindenkinek. Ez az az élet feladat, amiről nagyon sokat lehet beszélni, és nagyon kevesen tudnak róla beszélni, vagy kevesen értik. De lehet, hogy nem az a baj, hogy nem érti, hanem hogy elmondják, nem lehet megérteni. Ezt nem kell misztifikálni. Ez nem olyan dolog, amire azt kell mondani, hogy hú, ezzel el kell végeznem hány egyetemet, meg fakult, meg kurzust. Nem, benned van, csak egy könyv is meg tudja nyitni neked az élet feladatodra az utat. Egy könyv. Ugye tudjátok, hogy nálam az annaki téma, az egy olyan, hogy kinyitottam jó pár évvel ezelőtt azt a szerencét, és kijött belőle egy érdekes, de fölkeltette a kíváncsiságát az embereknek. Persze fölkeltette azoknak is az érdeklődését, akinek nagyon nem örültek. Engem nem zavar, hogy nem örül valaki, mert nekem nem az a célom, hogy valakit lehordjak, nem az a célom, hogy valakit pocskondiázzak, hanem az a célom, hogy teljes mértékig semlegesen elmondjam azt, amit én éreztem, és lehet, hogy olyankor, amikor már elmondom, már sokkal többet mondok el, mint az érzetem, mert amikor már elkezdek beszélni, és megérkeznek azok a bizonyos csatornák, akkor te már nem könyvről beszélsz, hanem valamik életedről. Mindenkinek azt javaslom, hogy amikor nyitsz egy könyvoldalt, vagy bármit, ha megnyitod, és valahol jön egy impulzus, hogy ez jó. Ott sokkal többet gondoljál majd arra a pillanatra, mert ott megnyitják neked az egyik csatornát. És ha egy picit eldobod azt a gondolkodást, félretolod, hogy ó, de nem, meg hogy lehet az, akkor pontosan be fog vezetni egy olyan világba, amiben éltél. Én nem hiszem, hogy ülnek itt olyan emberek, és azt is gondolom, hogy nagyon nem olyan emberek vannak most, akiknek nem volt dolguk már itt valahol. Viszont most egy olyan nehéz helyzetben van az a humán faj, amelyhez nagyon-nagyon nélkülözhetetlen a magas szintű tudással rendelkező lélektársainak a megérkezése vagy jelenléte. Ők nem abból szedték a tudást, amit a könyvek adják, ők abból szedik a tudást, amit megtapasztaltak, illetve amit már elhoztak. A könyvek csak arra kellenek, nagyon sok esetben ilyen esetben, hogy emlékeztessenek. De mindig az a feladat, hogy ezt át kell adni. De az már nem a dolga, nekem sem, meg senkinek se, hogy én itt ráöltessem. Ezt nem szabad. Aki egyszer ezt megérti, és ezt az utat elkezdi járni, abban a pillanatban rá fog jönni, hogy sokkal-sokkal több, mint amit neki el akartak adni az életébe. Tehát nem a papírjaidat néz, ne az, hogy neked milyen végzettség, ne a diplomák. A diplomát a kapunál fogsz vele vinni, át tudsz vinni a kapun, azt a halálnak hívjuk. Te egyetlen egy papírodat, képzési anyagodat, vagyontárgyadat, kedvenc dolgodat, át tudod vinni a kapun? Mert ha igen, akkor tartsd magadnál. Hidd el, hogy egyet se fogsz. Tudod, mit fogsz átvinni? Ami benned van. És erre a légi kultúrák nagyon-nagyon-nagyon nagy útmutatásokkal rendelkeztek, rendkívül részletesen ott van minden leírva, persze gondoskezek, nagyon-nagyon gondosan elrejtették, sőt megtorzították, ha esetleg egy picit muszáj volt elővenni, mert különben nem tudja elővenni a játékát, hogy tudjon téged valami irányba megvezetni, tehát valamire kellett utalni. De azt sose feledd el, hogy az igazi tudás az benned ott van. A belső hangod, az intuíciód pedig rásegít arra az útra, hogy ezt érzékeld. Nem szabad összetéveszteni a tiszta akaratot a szabad akarattal. A szabad akarat van, kell is. A választásnak a lehetőségét biztosítja számodra. De nem az a te szabadságod, hogy választasz. Az a te szabadságod, hogy a tiszta akaratot mindig tisztán fogod érzékelni, és abba az irányba mész. Tehát tisztában vagy a szabad akaratnak a lehetőségével, de tisztában vagy azzal, hogy neked van egy igazi utad,
kérdezd meg önmagad. Erre a te tükröd a legeslegjobb példa. Én sokszor elmondtam, és azért is most is elmondom, mert Miklósnál ezt el lehet mondani, mert ő érti. Egy tükör elé beállsz, a tükör teljes mértékig visszaadja azt, aki te vagy. Amikor te egyetlen egy mozdulatot teszel, akkor te megváltoztatod azt, aki te vagy, hanem azt szeretnéd, aki szeretnél lenni. Tehát te nem tetszel önmagadnak. Miért nem tetszel önmagadnak? Miért szaladsz oda a tükörhöz, hogy azt átalakítsd? Mert így van, szerintünk most az embereket így trenírozták, hogy nem az az igazi, amit kinézel, hanem az az igazi, ahogy átalakítod magad. Hol van ebből a te valóságod? A tükör az egy őszinte dolog tud lenni. Ha kommunikálsz vele, torzításmentesen válaszolsz. Nem csap be téged. Azt fogod látni, amit te vagy. És hogyha nem átalakítod magad, hanem szabaddá teszed magad, boldoggá teszed magad, úgy védted, hogy sokkal azt mondjuk, hogy szeretett ember leszel, tehát a szeretni való emberré válsz. Mert az, hogy te szeretni, szerető ember, szeretető ember lenni, az egy út, de szeretni való lehetsz-e? Az nem biztos. A szerethető emberré kell tudjál válni, de az egy út. Annak vannak állomásai, hogy egy, például hiteles legyél, kettő, ne csap be, kettő, ne tedd tönkre, ne járasd le, ne okozzál a másiknak sérelmeket, hogy közben háta mögött lejáratod. Ez mind a tudatalatodban ott lesz, mert mindig ott fog motoszkálni benned az egód. És az ego az, amelyiket ha nem tudod kezelni, az ego olyan szinten el tud uralkodni, hogy az egós embertnek te nem fogod tudni kezelni. Nem tudod. Az egóra szükség van, mert egy igen jó iránytűt tud adni egy bizony egy feladatig. De ha te csak az egóval akarsz barátkozni, és azt hagyod, hogy az elme is nagyon jó szövetségesként összefogjon, akkor a szellemed meg a lelked igazából csak hálótársad. Pedig a szellem meg a lélek az egy olyan eszencia mindenkiben, hogy az nem véletlen halhatatlan. Az egódat, az elmédet, a testedet itt fogod hagyni. És akkor rájövünk arra, hogy én miért állandó veszőparipám, hogy egy ősi kultúrában miért hemzsegünk annyira körül egy múmiát? Miért hemzsegünk annyira körül egy testet? Miért azt kezdjük fölmagasztalni, meg csodáljuk, meg gyönyörű, és közben ránézel, és a hideg rász tőle, hogy néz ki. És az a szellem, az a lélek eszencia, ami benned van, arról meg nem akarnak beszélni, nem vesznek tudomást. Hát az a szerencsétlen nem akar abban visszaköltözni. 6000 éve hűítik az emberiséget. 6000 éve. Nagyon-nagyon fontos, és azért beszél kicsit hosszabb, mert a Miklós ezt majd biztos, hogy amikor elkezdődik, lehoz egy csomót, amit ő is tud, meg amit neki is dolga leátadni nekünk. 6000 éve az, ami le van írva marhaságnak. Ezt elfogadhatod különböző gyűjteményekbe, tehát anyagokba, vallási kiadványokba, elfogadhatod, kérdés, hogy te milyen szinten állsz. Te mindent elfogadhatsz, ha te azon a szinten állsz, mert neked minden eladható, ameddig te ezt el tudod fogadni. De egy picit túllépsz ezen, abban a pillanatban már látod az eltorzítást. És amikor eljutunk oda, hogy a 6000-ből véletlenül ki akarunk lépni, akkor beérkezünk egy másik korszakba. És nem véletlen az annól, akitől kirázza a hideg az embereket. Főleg akit érintett, hogy ezt nagyon mondja, meg ez nem jó. Miért? Annól, akik köztünk vannak? Hát személyesen persze nincs. De az, amit csináltak, az naponta ott van. Fognak-e érkezni? Hát ez persze. Ne azt a dátumot keresd, hogy mikor jönnek vissza, azt a dátumot keresd, melyik naptól érted meg. Ha megvan az a dátum, akkor már érdektelen, hogy egy földön kívüli civilizáció mikor ér vissza. Nekik volt egy feladatuk. Közel nem az, amit el akarnak hitetni. Közel nem az. Ők egy fajt kinemesítettek, megcsináltak, persze mi mondhatjuk, hogy átformáltak, de annak volt egy feladata. Az a csoport már rég elment innen, gyerekek. 200-300 ezer éve megtörtént az, amiről nem beszélnek. Én mindig elmondom, az igazi kiválasztott csoport az már elhúzott. Az már nincs itt. Ma értelmezni akarunk bizonyos eseményeket, és át akarjuk tenni a mába.
De ez nem a mának szól, az akkornak szól. Akik itt maradtak, lettek amilyenek. Én most csúnya szó azt mondom, a leselejtezettje itt maradt. És mindig mindenkinek mondom, minden magyar embernek mondom, te nem vagy Annunnak ki leszármazott. Találkoztunk vele. És azért örülök a Miklósnak itt van, mert a földön kívül tudunk miről beszélni. Nem, de találkoztunk vele. Mi nem Sumérből származunk, de adtunk át tudást, ismeretet, lásd az írást, a képjeleket, de nem onnan származunk. De az a Sumér, amit el akarnak vetítetni, az nem 6000 év. Hát már 300 000 éve is ott volt. Az, amelyeket beábrázolják a fekete fejűek. Amit később ábrázolnak Egyiptomban, ott a falakon. Mindegyik egyenhajú. Már nincs köze ahhoz a kultúrához, amiről nem is beszélünk. És ezért szoktam elmondani, és már egyre többször beszélek, csak érintem, hogy nem véletlen 6 folyamközi uralkodó, akit királynak avattak be, a 144 000 évig uralkodott 6. 6. Hát ez csak az uralkodás ide is, meddig élt. És amikor befejezte, biztos, hogy nem temetőbe vitték, hanem megvégezte a feladatát, és ment tovább. De az idő folyamon ezt a részt nem látod. Ezt nem látod. Ha ezt látnád, akkor megértenéd a mai eseményeket. Minden, ami a korábban jeleztek, és ott volt benne, és azokban a jelzésekben hív proféciáknak, hív jövendőléseknek, bárminek hívhatod, az mind benn van a múltban jelezve, hogy ma mi lesz. Pontosan jelezték, hogy ez a korszak, ez egy olyan korszak lesz, hogy az embereknek a legnagyobb választó tégeje lesz, a szétválasztás lesz. És ez megtörténik most évek óta, megtörténik gondolatilag, megtörténik testileg, megtörténik érzelmileg. Minden szinten zajlik a szétválasztás. Minden szinten. És ez a legeslegfontosabb, amit meg kell érteni, hogy nem véletlen vagy jelen ebben a korszakban, mint magyar ember. Hisz a magyar, ez egy olyan minőség, amit nem tudnak hova kapcsolni, és nem véletlenül nincs meg a múltad. Több millió éves vagy. Hány csillag nemzedék van benne? Hány csillag nemzedék? És állandóan ott keresed a mába az életedet? Állandóan abba keresed, hogy te egy egyszerélő, egy ilyen vegzáló, egy ilyen létezés, majd eltartanak, majd gondoskodik az államról, a debe gondolkodik. Az állam sose fog gondoskodni. Az államot te tartod fönn. Te gondoskodsz arról, hogy legyen rajtad egy állam. De ezt te nem teszed meg, az államnak nincs tovább eszköze rád. Tudna állam nélkül lenni az ember, aki a tudatában ébred, és a képességei birtokába kerül. Szükséged van neked akkor egy államra? Hát minden képességed ott van. El akarsz utazni egy másik csillag nemzedékhez? Meg tudsz beszélni egy földön kívülre valamit? Működik a harmadik szemed? Működik? Ha állam gondoskodik erről, hogy a teljes képességet vissza? Nem az állam arról gondoskodik, hogy jó szolgáló katona legyél, vagy polgára legyél. Mert ha megnézed, hogy kik alakítják az állam apparátust, hát azoknak sincs semmilyen képessége. Tehát ahhoz igazodsz, akinek nincs képessége. Van hatalma, van eszköze, van hozzá háttere, de nincs semmilyen képessége. Ha lenne, akkor a világ nem ebben a helyzetben lenne. Ha egyetlen egy olyan tudná, bármelyik országban olyan vezetője van, akinek olyan képessége van, akkor azt nagyon szívesen itt meghívom. Én nem tudok egyet sem. És nem kell bántani őket. Ők a 6000 év gyümölcsei. A 6000 év végterméke. Most vagyunk a minőség legalján. És a legaljáról veszed majd észre, hogy megérkeztek a minőségi emberek, azok az entitások, akit te ma embernek látsz, akkor úgy érzed, hogy ő a kortársad, és te rá fogsz jönni, hogy nem kortársad, te már nagyon sok életet élhettél vele, de hogy melyik korban, azt most fogod megismerni. És az a legnagyobb öröm, amikor ezt te felismerheted. Az a legnagyobb ajándék az életedben, amikor felismerheted, és onnantól te veszed át a saját életed irányítását, amiben ezt a kihatással van a környezetedre.
Tehát minden tudás annyit ér, amennyit át tudsz abból adni. És minden átadott tudás annyit ér, amennyit abból megért, és tovább tudja adni. Mi az igazi fejlődés? Mi az igazi tanítás? Hogy minél többen értsék meg. Egy tanítást nem erőltetni kell. Egy tanítást érteni kell. Ha eljutottunk arra a szintre, hogy megértjük, abban a pillanatban rá fogunk jönni, hogy sokkal többek vagyunk, mint amit nekünk a média el akar adni. Egy félelemben, egy rettegésben lévő ember. Na, az ne akar lenni, azt kérlek, jó? És ennek a kis bevezetőmnek tudatával szeretném átadni, és fogadjátok szeretettel Szent Dacsik Miklósot, aki szerintem bőségesen hozzá fog tudni tenni ehhez. És nagyon örülök, hogy újra itt vagy bennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Miklós. Druszán. Még a nevük is közelebb is. Így van. Ugye az én nevemben benne van a vezeték nevemben az összes betűd. Igen. Jó, tehát örülök, hogy itt vagyok köztetek, és köszönöm szépen a meghívást. Hát nézzük akkor, hogy nem tudom, hogy mennyire szeretitek a, mit tudom én mondjuk, az ember megismeri esetleg a saját múltját, saját létezését. És mert ha nem tudjuk, honnan jöttünk, akkor honnan tudnánk, hova tartunk? Nem? Teljesen logikus. Tehát most gondold végig, csak akkor tudjuk, hogy hova tartunk, ha tudjuk, honnan jöttünk. Ezzel nem vagyunk tisztában. Akár egy utóhaladás, nem csak az életünkre nézve láthatjuk ezt a dolgot, hanem valahova akarsz tartani egy úton. Ha nem tudod, hogy honnan jöttél, akkor nem tudod, hogy hova mész. Érted? És ez mindenhol igaz. Csak akkor tudunk valahova tartani, ha tudjuk, hogy honnan jöttünk. És akkor nézzük, beszéljünk egy kicsit erről. Na most, de ahhoz, hogy ezt megértsük, talán egy-két gondolatot kellene mondani magamról, hogy én olyan információkat kapok a Teremtőmtől, aminek nem biztos, hogy utána tudsz olvasni az irodalomban, vagy a, tudom én mondjuk az interneten. Például avval kapcsolatban is én még soha semmilyen információt nem tudtam megszerezni mástól, csak a Teremtőmtől, hogy egyáltalán a világegyetemben hogy jött létre az élet. Az egész világegyetemben. Akkor hogy jött létre az anyag? Hogy jött létre mondjuk az ember? Hogy jött létre az embernek a lelke? Tehát gyakorlatilag ezzel már az, hogy az ember hogy jött létre, erről már valami némi nemű információt az ember be tud szerezni. De hogy az egészhez hogy van, és beszélnek itt ősrobbanásról, meg mindenféle olyan dologról, amikor olvasok ilyeneket, akkor jókat mosolygok. Tehát, ha bármit megnézel a világegyetemben, tehát ha a tudomány nyolc dolgokon keresztül figyelsz a világegyetemre, akkor azt látod, hogy minden úgy működik a világegyetemben, hogy pontos, precíz mérnöki tervezés alapján. Tehát egyszerűen, ami a világegyetemben van, mondjuk a bolygók, nézd meg, a bolygók pályán keringenek. Azt rá kellett állítani arra a pályára, azt a bolygót. Azt értelem nélkül nem lehetett ráállítani. Ha egy példát nézünk, itt a földünkön nem találsz semmit, amit a természet létrehozott és szabályos lenne. Nincs ilyen. Valamilyen szintű szabálytalanság benne, mindenben benne van. Tehát olyan, hogy mit tudom én,
megnézed saját magadat, ketté választod egy vonallal, és a két felet sem ugyanaz. Még a tükörbe belenézel, az arcod sem arcod két felem sem tökéletesen ugyanaz. Megnézed a két tenyeredet, nézd meg a két tenyeredet. Nézze meg mindenki a saját két tenyerét. Nem ugyanaz. Teljesen más. Érted? Tehát olyan, hogy tökéletes a természetben nincs. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor tud tökéletes létrejönni, hogyha egy tökéletes elme létrehoz egy tökéletest. És akkor például, mit tudom, megnézel egy szobrot, akit mondjuk, amit egy ember faragott, ott azt látod, hogy mondjuk a két része a profilnak tökéletesen ugyanaz. De az ember, akiről mintázta, az nem tökéletesen ugyanaz. Érted? Tehát nincs olyan, hogy megnézed saját magad, és minden részed, ha ketté vágod magad egy vonallal, hogy az tökéletesen egyforma lenne. Tehát, mintha egy tükör lenne. Nincs. Mi nem vagyunk tükrünk ebből a szempontból, a két felünk. Ha megnézed, ráadásul még a szerveink is úgy működnek, azok sem tökéletesen egyformák. Érted? Sőt, ha megnézzük, van, amiből egy van, és csak az egyik oldalon van, a másik oldalon nincs is. Például a szívünk. Szóval, ha megnézzük, a természet ezen a földön semmit nem hozott létre úgy, hogy tökéletesen. Tehát például a tengerbe találnak olyan kőzeteket, ami tökéletesen egyenesen síkba van vágva. Azt a természet nem tudja tökéletesen egyenesen síkba vágni, azt értelmes lények vágták síkba. Ezt most miért mondom? Azért, mert hogy megértsük, hogy a világegyetemben ami tökéletesen működik, például tökéletesen keringenek a bolygók, érted? És egy tökéletes pályán, azonos pályán keringenek, és attól nem térnek el, ha csak valami külső hatás nem éri őket. Tehát gondold végig, a véletlen hogy hozhat létre tökéletest? A véletlen nem tud tökéletest létrehozni, tökéletest csak tökéletes elme tud létrehozni. Világos ez? Tehát ez az alapja az egésznek. Tehát ebből egyértelműen látható, hogyha csak azt a részt megnézed, hogy a bolygók keringenek, és a naprendszerek is keringenek egy bizonyos pont körül, akkor azt látod, hogy tökéletes ívet játszanak le ezek a keringésben, tehát ott értelemnek kellett lennie, amely létrehozta. Na most gondold végig, hány robbantás volt már itt a Földön? A szándékos robbantás. És a szándékos robbantás az létrehozott valami tökéletes képződményt. Érted? Tehát egy robbanás létre tud hozni egy tökéletes, tehát egy ősrobbanás létre tud hozni egy tökéletes kialakulást. Hát aki azt gondolja, az nem tud logikusan gondolkodni. Hát egy robbanás hol hoz létre valami tökéletes alakzatot? Érted? Tehát egy robbanás mit csinálna, ősrobbanás? Fogná és szétvetne mindent, és minden egyenesen repülne kifele. Erre, ebben szemben minden kering. Hát egy robbanásnál láttál már olyat, hogy egy robbantásnál elkezdenek keringve kirepülni az anyagok? Hogy? Nincs ilyen. És akkor megmagyarázzák nekünk, hogy az élet abból indult ki, hogy volt egy tökéletes ősrobbanás. Illetve azt a szót nem alkalmazzák, hogy tökéletes, mert azt nem, hogy egy ősrobbanás. Csak azért, mert mostanában ezzel megint elkezdtek foglalkozni ebben az ősrobbanás elmélettel. Na most, hogy jött létre az egész? Volt a nagy energia a világegyetemben. Semmi nem volt. Totál üres volt a világegyetem, és a világegyetemben csak energia volt, semmi más. Ez az energia, ez elkezdett koncentrálódni. És abból lett a teremtő, ami azt jelenti, hogy a világegyetemben
egyetlen egy lény létezett, ami összeállt ebből az energiából, létrejött a teremtő. Érted? Semmi nem volt. Tehát ami azt jelenti, hogy még az öt érzékszervünkkel láthatatlan lett volna a dolog. Világos ez? Tehát teljesen láthatatlan. Tehát ami annyit jelent, hogy az emberek ugye az öt érzékszervükkel ilyet nem tudnának érzékelni. Tehát egy energiát mi nem tudunk érzékelni az érzékszervünkkel. Az energiának az érzékeléshez az öt érzéken felüli érzékelésre van szükség. Tehát a világegyetemben volt egy lény, amely energiából állt össze, és ez, gondoljátok végig azt a folyamatot, hogy csak energia volt, amely elkezdett összeállni, és abból lett egy értelmes energia, ez már sok-sok-sok-sok-sok, kimondhatatlanul sok milliárd év kellett hozzá. És akkor itt azt mondják, hogy a világegyetem 18 milliárd évvel ezelőtt jött létre. Hát mikor ezt mondják, akkor jót mosolygok ezen a dolgon, érted? Tehát mondom, csak az, hogy összeállt a teremtő, tehát a létrejött a teremtő, aztől sok-sok, ennél sokkal több milliárd év volt. Na, szóval utána ott volt egyedül. És akkor mit csinált? Azt találta ki, hogy ugye azt a koncentrált energiát, ami ma magába volt, tehát a világegyetem összes energiája benne volt. Nem tudom, ebben mennyire vagytok tisztában, és érzékelhető, hogy akkor mekkora energiával létezett maga a teremtő. Hát felfoghatatlan. Így van. Tehát a világ összes energiája benne létezett egy adott szemében. Világos ez? Na és ez az egy adott személy azt gondolta, hogy ő létrehoz ugyanolyan energialényt, mint ő, de nem akkorát, egy kisebbet. Tehát magyarul magából kiszakított egy kicsit, egy kis energiát, és azt megteremtette, hogy az ugyanolyan értelmes legyen, mint ő. De ahhoz nyilván, hogy ugyanolyan értelmes legyen, mint ő, neki tanulnia kell, természetesen. Tehát a maga az energia lény, az, ha nem tanul, nem fejlődik, akkor elvileg ugye úgy tud nem tanulni, nem fejlődni, hogy nem történik vele semmi. Tehát egy energia lény, úgy, egy gyerek is akkor nem tanul, nem fejlődik, ha semmi nem történik vele. Tehát minden történésből egy értelmes lény képes tanulni, fejlődni. Világos? Tehát ez azt jelenti, hogy ő fogta és megosztotta önmagát, egy kis részét megosztott magából, és ezzel létrehozta a társát. Az első olyan lényt, amely rajta kívül önállóan elkezdhetett működni. Na most, de azért még mielőtt ugye ezt tovább néznénk ezt a dolgot, annyit érdemes tudni az egészről, hogy maga ez az energia lény, a teremtő, amely a világegyetem összes energiával rendelkezett, ez gyakorlatilag, ez egy teremtő energia, és mondhatjuk azt, hogy olyan, mint nagyban a te lelked. Tehát a te lelked, az kicsiben a teremtő nek az energiája. Na most, nem tudom, ez így érthető volt-e. Tehát a lelked az egy nagyon parányi, olyan, mint a teremtő volt anno annak idején. Érted? Tehát, hogy világos legyen ez. Tehát akkor mondhatnánk azt, és mondhatjuk is, hogy a teremtő az egy hatalmas lélek volt. Világos ez? Most is az, de egy hatalmas lélek volt. Érthető? Egy lélek volt, tehát az egész világegyetem ehhez a teremtő léleknek a része volt. Most is így van, egyébként valamilyen szinten, majd megértitek, hogy, de
De addig még nem volt olyan, nem létezett olyan, hogy anyag. Értitek? Tehát, és elkezdte, szépen rájött, hogy ugye a teremtő annak idején, hogy nem csak egy lény tud magából kiválasztani, hanem egyre többet és többet, és elkezdte kiválasztani a lelkeket. Kezdetben nagyobb lelkeket, később egyre kisebb és kisebb lelkeket választott ki magából. A kisebb az azt jelenti, hogy térfogatra ért. Tehát térfogatra. Oké? Na most ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag társai lettek. De a világegyetemben nem volt anyag, nem létezett olyan, hogy csillag, nem létezett olyan, hogy bolygó. Világos? Csak olyan létezett, hogy volt a világegyetem, mint nagy tér, azon belül ugye volt a teremtő, és azon belül voltak teremtőből kiválasztott lelkek. És hát ugye ahhoz, hogy történjenek dolgok, fejlődjenek a lelkek, hát ahhoz létre kellett hozni olyan dolgokat, ami létrehozza a történést. Tehát a semmi az nem hoz létre történést. A valami hoz létre történést. Nyilván az már egy valami lett, hogy lett egy lélek, két lélek, három lélek, négy lélek, és akkor egymással szemben már valamilyen történést létre ott tudtak hozni. És ezáltal a történésből fejlődtek a lelkek. Ez most is így van. Tehát az azt jelenti, hogy minél több történés történik a lelkekkel, annál inkább tudnak fejlődni. És akkor képzeljétek el, ez úgy ment tovább, hogy az jutott eszükbe, a lelkeknek, de megint kimondhatatlanul sok év milliárdról beszélünk. Ha egyáltalán beszéltünk időről. Így van, ha egyáltalán, de hogy a mai időre mai időt figyelembe véve. Mert ugye az idő az csak ránk vonatkozik, mulandó lényekre, és mulandó dolgokra vonatkozik az idő, mert ahol nincs mulandóság, ott nincs idő. Világos ez? Mennyire logikus. Csak ott van mulandóság, vagy idő, ahol van mulandóság. Na most akkor nézzük tovább. Tehát képzeljétek el, és akkor eszükbe jutott, a mi nyelvünkön szólva, hogy mi lenne, hogyha még több fejlődést lehetne elérni a lelkeknél, ezért ugye még több helyzetet lehetne létrehozni, találjuk ki az anyagot. És ugye hogy indult az anyag kitalálása? A teremtő az energiájából létrehozta a napot, a napokat, tehát a csillagokat, ugye? Létrehozta a bolygókat, a segítői pályára állították őket. Világos ez? Összegyúrták, összerakták olyanra, hogy az működőképes legyen. Az teremtő adta hozzá az energiát az anyaghoz. Oké? Ők is magukból létre tudtak hozni energiát, mert ugye akkor még sokkal nagyobb lélekként működtek, mint manapság, ugye a lelkek. És lényeg az, hogy ezáltal ugye lett egy feladat, hát létre kellett hozni az anyaggal kapcsolatos univerzumot. Tehát elkezdték létrehozni, beállították a szabályos mozgásokat, beállították azt például, hogy lehessen közlekedni, idő nélküli közlekedéssel az univerzumban. Oké, ezek a féregjukok. Azt beállították akkor. És lényeg, hogy szépen ezáltal, hogy lett anyag, lettek bolygók, ugye lettek naprendszerek, ezáltal egyre több olyan helyzet történt, ami a fejlődését hozhatta a lelkeknek. Igen ám, de nem volt kontrollált a fejlődés. Mit jelent egy kontrollált fejlődés? Hogy felügyelet alatt, tehát egy
intelligensebb lény felügyelete alatt lévő tanulás, fejlődés. Oké? Okay? Tehát kontrollált, az azt jelenti, hogy nem közlekedhet a világegyetembe, ahol akar, meg amennyire akar, hanem egyszerűen mondjuk be van egy térbe kényszerítve. Oké? Okay? És ugye ez a gondolat, ez jóval később alakult ki, és annak hatására alakult ki, hogy egyes olyan lények, akik viszonylag hamar jöttek létre, mármint hozta létre őket a teremtő, választotta ki önmagából, azok a lények, ugye, mint említettem, térfogatban energetikailag sokkal több energiával rendelkeztek, mint a később létrehozott lelkek. Ezáltal ugye úgy működik, hogy egy lélek fejlődik, akkor a térfogata nő. Tehát minél fejlettebb egy lélek, annál nagyobb a térfogata. Tehát annál nagyobb teret foglal el a térből. Az emberi lélek születésénél fogva borsó nagyságú. Nem bors, borsó nagyságú. Tehát az azt jelenti, hogy nincs egy centis. Tehát úgy fél centi durván. És na most ahhoz képest, gondold végig, ezek a régi lények azért jóval nagyobbak voltak a kezdeti teremtésben, a lelkek jóval nagyobbak voltak térfogatba, ezért sokkal több energiával rendelkeztek, mint egy borsószemnyi lélek. Ezáltal ugye nagyobb befolyással tudtak bírni a térre. És ugye eszükbe jutott olyan gondolat, hogy összefognak, és akkor szembeszegülnek a teremtővel. Hát ez nem jött nekik össze, ez a szembeszegülés, mert nem tudták azt elérni, hogy mindenki melléjük álljon, hanem csak a teremtett lelkeknek egy része áll csak melléjük. Ezáltal, hogy voltak ilyen történések a történelem során, lásd például Lucifer ilyen működését, jó? Tehát a Lucifer az elég közeli hozzátartozója volt, elég, egyébként úgy értve, hogy elég korai teremtésű és elég nagy lélekkel rendelkező lény volt, illetve lény most is, mert ugye létezik Lucifer. No szóval, csak ugye számüzött. Lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy létrejöttek olyan szembeszegülések, szembenállások a teremtővel, ahol ugye az lett kitalálva a részükről, ugye a teremtő részéről és társai részéről, hogy akkor csináljunk egy irányított fejlődést. És ez az irányított fejlődés, ez azt jelenti, hogy ugye egy kísérlet, hogy hozzunk létre olyan bolygókat, ahol ezt az irányított fejlődést meg lehet csinálni. És a lelkek ebben az irányított fejlődésben tudnak fejlődni. Tehát hozzunk létre olyan bolygókat, ahol mondjuk nem csak a bolygóban tudnak életteret biztosítani mondjuk egy test számára, hanem mondjuk a bolygó felületén is tudnak életteret biztosítani. Mert ugye egy bolygóban élni könnyebb, mint egy bolygó felületén élni. Mert ugye a bolygó felületén mindenféle időjárási és egyéb viszontagságok vannak, a bolygóban ilyenek nincsenek. Tehát ott gyakorlatilag sokkal védettebb. Könnyebb az élet. Sokkal könnyebb az élet, így van. És lényeg az, hogy kitalálták azt, hogy csináljunk olyan helyeket a világegyetemben, ahol a lelkek tudnak fejlődni, de kontrolláltan fejlődnek, és nem tudnak onnan elmenni. Mert ugye annyit érdemes a lélekről tudni, hogy egy lelket nem lehet megfogni. Nem lehet befogni. Érted? Tehát ha be akarja valaki fogni, azt arrébb áll. Érted? És akkor menjenek utána. Tehát ez nem lehet, tehát ezért csak úgy mondom, hogy az itt ragadt lelkeket sem tudják befogni a lentiek. Nem tudják befogni. Azért, mert fogják, és
egy léleknek a közlekedési sebessége az a gondolat sebessége, ha nincs testbe zárva. Ezáltal gyakorlatilag azt gondolja a lélek, hogy ugye a következő pillanatban mondjuk a föld túlsó felén vagyok, akkor a következő pillanatban a föld túlsó felén van. Érted? Tehát ezt azért mondom, hogy világos legyen. Tehát, hogy a lelkeknek nincs olyan, hogy akadály. Tehát a lelkeknek nincs olyan, hogy hideg, nincs olyan, hogy meleg. Mit tudom én, neki ugyanaz a légüres tér, mint mondjuk a nap legforróbb pontja. És érted, most tök mindegy, maga az energia lény az nem tud elégni. Az energia az nem ég el, tudjuk jól, ezt legalább fizikából tanították, hogy az energia az max átalakulni tud, de eltűnni nem tud. Jó, tehát lényeg az, hogy gondold végig, hogy maga a lélek úgy jött létre, hogy létrehozta a teremtő, az anyag úgy jött létre, hogy a lelkek létrehozták az anyagot, és maga a Föld azért jött létre, hogy egy fejlődést biztosítson a lelkek számára, egy irányított, kontrollált fejlődést. Akkor az irányított fejlődést azt jelenti, hogy értsétek, hogy hozzuk létre nekik a történéseket, ők megélik és abból fejlődnek. Ez az irányított fejlődés. Értitek? Na most, ez azt jelenti, hogy maga a Föld egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy telep. Egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy a lelkek számára kitalált kísérleti telep a fejlődésük elősegítésére. Tessék? Nem fegyenc telep. Nem az. Nem az, azért nem fegyenc telep, mert ugye csak egy része a jelenlegi lelkek számának, kb. Ez a 8 milliárd ember, 8 milliárd lélek, akik fegyenc okokból kerültek ide, ennek a kis része. Tehát kis része, az körülbelül 1 milliárd lélek, nem egész 1 milliárd lélek. Az összes többi nem azért jött. Nem azért. Tehát a lelkeknek fejlődnie kell. Tehát ugye a lelkek tudják azt, amikor még tudásuk van, hogy azzal növekszik a térfogatuk, tehát az erejük, mondhatjuk azt, hogyha ők fejlődnek. Tehát ha egy lélek nem fejlődik, akkor az ereje, térfogata, energiája nem nő, marad ugyanaz az energia. Oké? Okay? Tehát nem tud fejlődni. Sőt, hogyha visszafejlődik, mert erre is képes, tehát butul a lélek, akkor a térfogata is csökken az energiájának. Világos ez? Tehát ezáltal, hogy a lelkek fejlődjenek, kellett egy olyan, nem egy, hanem több olyan bolygó, ahol ezt megtehetik. Oké? Okay? Tehát a mi univerzumban egyébként két ilyen bolygót hoztak létre, ahol ez egyik a Föld, ahol ezt meg lehetett csinálni, ezt a fejlesztést. Azért fejlesztés, gondoljátok végig, mert mi van akkor, ha nem kontrollált egy fejlődés? Akkor az azt jelenti, hogy olyan, mintha nem nevelnél egy gyereket. Érted? Ha egy gyereket nem nevelsz, honnan tudod, hogy mivé válik? Az lehet jó ember, ha felnő, de lehet akár a te saját ellenséged is. Érted? Akár a saját ellenséged. Hiába a te gyereked, akkor is hány olyan példát láttál, hogy akár szülőt megölt a saját gyereke. Érted? Tehát ha nincs rendesen nevelve egy gyerek, ebből látod, akkor nem tudod meghatározni, hogy mivé válik. Minél jobban kontrollálod a nevelését, tehát odafigyelsz a nevelésére, és terelgeted az úton, annál jobban kiszámítható, hogy mivé válik. Világos ez?
minél jobban például óvod mondjuk majd olyan barátaitól, vagy barát jelöltjeitől, akik mondjuk gonosztévők, hát annál jobban jársz, ha nem hagyod őt, hogy mondjuk gonosztevőkkel barátkozzon. Világos ez? Tehát, na most ebből, ha megnézed, akkor látod azt, hogy egy léleknek, hogy mivé fejlődik, az nagyon fontos. Ha nincs kontroll a fejlődésen, akkor akár szembeje helyezkedhet, mint a teremtővel szembe helyezkedtek lelket. Tehát szembe helyezkednek akár sokan a teremtővel, és ez most is igaz, tehát sok milliárd olyan lélek van a világegyetemben, amely a teremtővel szembenállásban van. Melyik a másik bolygó, amit említetted? Neve? Hát az nem, arról nem adtak információt, hogy annak a bolygónak mi a neve. Tara, jó? Lehet? Tessék? A Tara lehet? Lehet, hogy az a neve. Jó, tehát lényeg az, hogy nem is kérdeztem, mert annyira nem érdekelt, megmondom őszintén, hogy mi a neve. Az a párhuzamos. Jó, tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy itt vagyunk ezen a bolygón, és a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy miért van ott, mit csinál itt, mint amit elmondtál. Tehát azokat nem akarom ismételni. És lényeg, hogy hát miért is vagyunk itt? Tehát miért is vagyunk itt? Tehát elsősorban azért hozták létre ezt a bolygót, hogy nem börtönbolygónak, nem annak hozták létre, hanem fejlesztő bolygónak. Tehát egy iskola bolygó. Ez egy iskola bolygó. Nyilván, ha az iskolában valaki rosszul viselkedik, akkor azt is elviszik börtönbe. Azt úgy hívják, hogy nevelőintézet. Tudod? Nem? Na most, ez ugyanaz. Ha rosszul viselkedik valaki, most gondold végig, vannak a világegyetemben a lelkek, nem tudják ide deportálni őket. Miért? Nem tudják elkapni. Hát egyik pillanatban a világegyetem ezen szélén tud lenni a lélek, a másik pillanatban a másik szélén. Hogy fogják el? Hogy? Nem tudják elkapni. Tehát, ha ő nem akarja, hogy elkapják, akkor simán. És honnan tudják, hogy ő mit gondolt ki, és hova akar menni? Érted? Nem tudják. Fogja, és egyik pillanatban, mit tudom én, már hány fényével arrébb van, hogy kapják el? Tehát ide nem tudnak, csak olyanokat tudtak küldeni, akik vállalták, hogy ide jönnek. Nem tudom, világos-e. Tehát akik nem vállalták. Tehát az a baj, hogy azt gondoljátok, hogy a lélek úgy működik, mint ahogy most az emberben van. Nem. Odakint, a Földön kívül ez úgy működik, hogy nem függenek a testtől. A testük az csak azért van, hogy olyan dolgokat létrehozzanak, amihez test kell, az pedig alapvetően anyag. Tehát például mondjuk, hogy egy vegyületet létrehozzanak. Ahhoz kell anyag. De ahhoz, hogy például mondjuk mit tudom én, egy a periódusos táblázatban lévő anyagot hozzon létre, ami ugye úgy kezdődik, hogy hidrogén, úgy folytatódik, hogy hélium, stb. Stb. És akkor ott van a vas, ott van a réz, arany, stb. Rengeteg elem. Na, a lélek az elemet létre tud hozni. Oké? Okay? De ahhoz, hogy az elemből létrejön mondjuk egy vegyület, tehát, hogy több elemet, elemből egy harmadik, az már nem elem, egy vegyület jöjjön létre, ahhoz kell egy test. Tehát a test számukra csak egy eszköz. Olyan eszköz, mint számodra a ruha. Fölveszik, tehát beleköltöznek a testükbe, és akkor lépnek ki belőle, amikor akarnak. Te is a ruhádat akkor veszed le, amikor akarod. Nem? Tehát ők ugyanúgy használják a testüket, a kintiek, és az az érdekes, hogy te is így voltál ezzel, majd mindjárt erre visszatérek. Tehát a kintiek úgy használják a testüket,
mint te a ruhádat. Világos? Tehát nem állandóan vannak benne. Nekik nem kell állandóan testbe lenniük. Na most ezáltal minden lélek, amelyik a földre jött, az kivétel nélkül vállalta akkor, mikor először lejött, hogy ő lejön. És miért vállalták? Tehát lehet, hogy már van olyan lélek itt, aki, mit tudom én, a 2000. inkarnációját végzi. Csak most mondtam egy számot. És hát ez a 2000 inkarnáció, ezt mondjuk beszorozzuk, mondjuk vegyük azt, hogy élt átlagosan mondjuk 50 évet. Jó? Vagy akár 100-at. Ha megnézed 2000-szer 100, az mennyi? Azt mondja, 2000, 200 ezer év. Az egy lélek számára ennyi, a 200 ezer év. Miért? Mert a legfiatalabb lelkek is 1,5 millió évesek. A legöregebb lelkek, az meg kimondhatatlanul sok milliárd évesek. Abban mi 200 ezer év? Főleg úgy, hogy a lélek számára nincs olyan idő. Tehát a lelkünk számára, mivel a lelkünk halhatatlan, mivel tiszta energia légy, nem létezik olyan, hogy idő. Gondold végig. Miért ne vállalná azt, hogy mit tudom én, mondjuk éltél odafönt mondjuk 70 milliárd évet, érted? És akkor azt mondanád, hogy na most kipróbálom, milyen a földi lét. Akár 100 000 évre is. Mi a 70 milliárdhoz képest a 100 000? Hát egy perc. Körülbelül annyi a 80 évhez képest, érted? Hát és egy percet nem bír ki. Hát hogyne. Érted? Na most gondold végig. Ez azt jelenti, hogy simán a lélek számára nincs idő, így bevállalták a lelkek, hogy kipróbálják a földi létet. Miért? Mit okoz a földi lét? Csak hogy tisztában legyünk. A földi lét azt okoz, hogy mondjuk 80 év alatt több eseményt tudsz megélni itt a Földön, mint ott kint a világegyetemben, mondjuk 20 millió év alatt. Érted? Na most akkor hogy ne vállaltad volna be a 80 évedet a 20 millióért cserébe? Érted? De akár több inkarnáción keresztül. Mert ugye mióta? Hát itt már bebizonyították azt, hogy kb. 8 millió éve létezik humanoid. Érted? Tehát hasonló ember. 8 millió éve. De ugye tudjuk jól, hogy mi vagyunk a 7. emberiség a Földön. 6 emberiség már volt. És az emberiségek voltak olyan emberiség, amelyik, tudom én, 150 ezer évig, vagy még tovább működött, érted? De ahhoz képest a mi kis 4500 évünk, az nudli. Ugye amióta ez az emberiség van. Ez nudli. Hát ugye ez előtti emberiség van, aminek még az írományait olvashatjuk, az előző emberiség írományait. Tehát ugye 7000 évre visszamenőleg vannak írományok. De az már előző emberiség, az már nem ez az emberiség. Szóval lényeg, hogy itt vagyunk mi emberek, és mit csinálunk itt? Tehát mit tanulunk itt? Miért vagyunk itt? Na most, ugye ez is két dolog. Hát ugye felvetődik az a kérdés, gondold végig, hogyha, amit az imént mondtatok, hogy börtönbolygó. 8 milliárd olyan lélek, amely bűnt követett el, azt ugye nem gondoljátok komolyan. Nem lehet ilyen. Nincs ilyen. Ez bazisok, és ráadásul úgy, hogy 100 év alatt
abból 7 milliárd, vagy 6 milliárd, érted? Bűnt követett el. És mi volt előtte? Tehát akkor évezredek során csak 1 milliárd volt, érted? És utána 100 év alatt meg 7 milliárd. Hogy? Gondolkozzatok. Nem így működik. Érted? Nem így működik. Nem ezért vagyunk itt. Nem azért vagyunk itt. Persze, vannak olyanok is, akik ugye szembesültek a tetteikkel, saját maguk, és akkor azt mondták, hogy jó, itt vagyok, megyek fejlődni a bolygóra, ide a földre. Érted? Vannak ilyenek, persze. De nem ez a többség. Nem ez a többség. Hát az elmúlt 100 évben inkarnálódottak, az mind azért jöttek le, szinte kivétel nélkül, hogy azoknak segítsenek, akik itt rekedtek, és inkarnálódnak, és nem tudnak kilépni ebből az inkarnációs folyamatból. Érted? Tehát beleragadtak az inkarnációs folyamatba, mert ugye azzal is tisztában voltunk, hogy úgy jövünk le, hogyha nem tudunk különbséget tenni, a jó és a határozott különbséget tenni a jó és rossz között, addig nem kerülünk innen ki. Tehát ezért jöttünk le. Azért jöttünk le, hogy határozott különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Ez mutatja, hogy a rossznak muszáj lenni. Így van, és ezért ez muszáj a tanulás rossznak. Része. Így van, az a tanulás szabad... része. Így van, azt nem kell elutasítani a rosszat. Hát a rosszból többet tanulunk, mint a jóból. Sokkal. Mert az adja a felismerést. Persze, így van, az adja a felismerést. Így van. Így van. Tehát gondoljátok végig, hogy nem ezért jöttünk le, mert bűnöztünk odafönt, hanem azért jöttünk le, hogy rövidebb idő alatt éljünk meg fejlődést. Értitek? Azért jöttünk le, hogy segítsünk másoknak kijönni. Tehát akik azt gondolják magukról, hogy ők nyitottak az ilyen szellemi dolgok iránt, szellemi fejlődés iránt, az mind olyan, aki még emlékszik a tudatalatti arra, hogy ő nemrég még egy felsőbbrendű lény volt. Mind. Azok, akiknek ilyenbe sose fogalmazódott meg a fejükbe, azok már egy csomó inkarnáció révén elfelejtették, hogy ők honnan jöttek. Érted? Tehát mi emberek nem a testünkhöz kell, hogy ragaszkodjunk elsősorban, hanem a lelkünk fejlődéséhez kell, hogy ragaszkodjunk. Persze, hogy a lelkünk jól érezze magát a testünkbe, hát ez gondoskodni kell kellő mértékben a testünkről is. Tehát amit a testnek meg kell adni, azt meg kell adni a testnek. Tehát ami által a test jól érzi magát, azt meg kell adni. De nem ez a legfőbb. De az biztos, hogyha a test hiány dolgokat él meg, akkor a lélek sem érzi jól magát abban a testben. Tud, se enyved benne. Így van. Se enyved a teste, se enyved a lelke. Így van. Így van. Így van. De ez azt jelenti, hogy az embernek ezt a kettőt figyelembe kell venni. Tehát, hogy van egy testünk, amire gondoskodnunk kell. És van egy lelkünk, amelyet fejleszteni kell. A testedet nem tudod fejleszteni. A tested az adott, az sajnos úgy működik, hogy 21 éves kortól elkezd öregedni. Oké, és onnantól kezdve lassíthatod az öregedést. Annyit tudsz csinálni. De azt nem tudod csinálni, hogy visszafordítsd az öregedést. Egyelőre nem tudsz ilyet csinálni. Csak úgy mondom. Jó? Tehát egyelőre. Tehát gondoljátok végig, hogy ha azért jöttünk le, hogy vagy tanuljunk, és
rövidebb idő alatt megéljünk. A mindenki azért jött le, hogy egy életért jött le. Senki nem jött le reinkarnációs folyamatért, ezt csak úgy mondanám. Senki nem jött úgy le ide erre a bolygóra, hogy majd meghal, utána inkarnálódik, majd meghal, utána inkarnálódik, majd meg... Ezért senki nem jött le. Ugyanis tisztába kell lenni azzal, hogy a leszületésünk az nem véletlen kérdés. A leszületésünk az teljesen irányított. Ami annyit jelent, hogy mielőtt leszületünk, egy csomó dolgunk van odafönt. Ez az odafönt, ez azt jelenti, hogy tisztában legyünk vele, Vénusz és Mars. Oké? Okay? Tehát a lelkek, mielőtt leszületnek, nem első leszületést mondom, hanem a másodiktól. Tehát a reinkarnációtól. A Vénuszon vagy a Marson van. Aki Marsban, Vénuszban vagy Marsban van. Ott van olyan, ebben a két bolygóban olyan telep, ahol irányítják a leszületéseket. Jó? Ott vannak a lelkek egy létközi állapotban. De amikor először születtél le, akkor nem voltál létközi állapotban. Akkor egyszerűen meg lett veled beszélve, hogy le fog születni, kiválasztjátok azt a családot. Egyébként a második esetben is így van, csak avval a különbséggel, hogy ott egy létközi állapotban történik ugyanez. Meg van veled beszélve, meg volt veled beszélve az, hogy válasszuk ki a családodat, föl lettek kínálva a családok, kiválasztottad a családodat, magát, az életedet is kiválasztottad, tehát hogy mit fogsz megélni az életed során. Az összes problémádat kiválasztottad. Az összeset. Úgyhogy gondold végig ezt, hogy az összeset kiválasztottad. Ami eddig probléma történt az életedben, azt mind kiválasztottad. És gondold végig, hogy elkezd, tehát kiválasztottad a családodat, akkor megfogansz. Mi a megfoganás? Nem az, hogy összeadta a nyú, amije van, hanem amikor megtermékenyül a pete. Érted? Abban a pillanatban, amikor megtermékenyült a pete, tehát létrejött az élet, az új élet, a megtermékenyüléssel jön létre az új élet, az ugye ahhoz, hogy az létrejöjjön, létre kell jönni a peteérésnek. Érted? Ha nincs peteérés, nincs megtermékenyülés. És létre kellett jönni a közösülésnek, és a kettő közt idő telik el. És abban a pillanatban, amint megtörtént az új élet, a megtermékenyülés, abban a pillanatban jön le a lélek a földre. Na, erre varjál gombot, micsoda szervezés. Oda társítják rögtön. Érted? Abban a pillanatban. Sőt, már előre tudják pontosan, hogy mikor fog megtermékenyülni. Előtte kitörlik az összes tudást, és elmentik az összes tudást, ami benned volt. Azért, hogy létrejöjjön a lélek első pillanata, amikor megteremtődött, amikor a teremtő kiválasztotta magából a lelkedet, akkor egy dolgot tudtál, hogy mindent szeretsz feltétel nélkül. És ugyanígy jön létre a lelked is, mikor kitörlik belőle az összes tudást. Nem törölték, elmentették. Elmentik belőle az összes tudást, de kitörlik. És egy marad a feltétel nélküli szeretet. Tehát amikor te a fogantatással lejött a lelked, egy dologgal rendelkeztél, a feltétel nélküli szeretettel. Tehát semmi nem volt számodra attól a pillanattól unszimpatikus. Semmi. Világos ez? A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy mindenre szeretettel néztél, gondoltál, érzékeltél mindent.
Érted? Így jött le a lélek. Persze, az azt jelenti, hogy lejön a lélek, ott van mindig az anya körül. Tehát nem az anyában. Akkor kerül bele a gyerekbe, amikor az első levegőt veszi, születése után. Addig nincs benne. Nem lehet egy anyába két lélek. Mert ha kettő lenne, azt úgy hívnánk, hogy megszálló. Oké? Okay? Tehát a csecsemőnek, ugye, vagy a magzatnak, mert még csak magzatról beszélünk, a lelke, az nincs az anyában. Ott van az anya körül, állandóan az anya körül. Tehát abban a 9 hónapban ott van állandóan az anya körül. És amit ezáltal az anya megél, ha megél ő is. Egy az egybe. És mivel tudása nincs, csak feltétel nélküli szeretete, ezért mindent befogad. Tehát egy feltétel nélküli szeretettel rendelkező lény mindent befogad, mindenre nyitott. Világos ez? Ezáltal az, hogy mi történt abban a 9 hónapban, meghatározó. Nagyon meghatározó. Tehát mennyire volt kiegyensúlyozott az édesanyja? Sokkal meghatározóbb, mint gondolnánk. Az emberek azt gondolják, hogy az első év a legmeghatározóbb. Nem. Az első 9 hónap a legmeghatározóbb. Utána jön az első 7 év. Mi van ott, amikor háborús időben is szültek gyereket, így van? Bizonyan. Mit éltek át az anyákat? Így van. Nagyon nagy problémákat éltek át háborús időszakban, akik akkor voltak állapotosok. Szóval nézzük tovább. Tehát mi emberek így jöttünk, mint lélek, így vagyunk itt. De akkor nézzünk, beszéljünk egy kicsit a testünkről. Ha már itt szóba kerültek az Anunnakik. Tehát a világegyetemben, onnan, hogy az anyag létrejött, ugye megint milliárd évek kellettek ahhoz, hogy létrejöjjön a test. A testekkel kapcsolatban rengeteg kísérlet volt. Rengeteg. Tehát mindenféle olyan kísérlet volt, ami dugába dőlt. Tehát ami azt jelenti, hogy nem ment tovább. Tehát kipróbáltok ilyen testet, olyan testet, de nem csak testet, mert előtte már kitalált, ugye megteremtették a mit tudom én, az anyagot, az anyag után létrehozták a növényeket, állatokat, stb. Stb. És a testet természetesen. Tehát ez így párhuzamosan működtek ezek a kísérletek. És ezáltal, hogy ugye kikísérletezték ugye a növényeket, állatokat és a testet, hát ezáltal ugye kísérleteztek, hogy vajon milyen test. Ugye mi testünk, azt tudjuk, hogy emlős. De a világegyetemben nem csak emlősök vannak, hanem vannak olyan testek, ami nem emlős. Például a hüllőtest, akkor van semleges test, ami se hüllő, se emlős. Érted? Tehát elég sokféle testet kitaláltak. Utána láttatok, itt a Földön is rengeteg kísérlet volt, például ilyen, hogy a sellő, tehát hogy hal az alsó része, a felső része, ilyen emberi forma, vagy a kentaur, hogy ló az alsó része, a felső része pedig ember, tehát mindenféle kísérletet gondoljatok, ami nyilván annak a jó részét azt törölték. De volt, ami működött. Például működött a hüllő, például működött ugye a emlős-szerű, érted, ami mi vagyunk. Ezek működtek. És de nem ezeket, tehát a fentiek nem ezt a testet használják. Tehát nem hüllőtestet használnak, nem emlős testet használnak, hanem semleges testet használnak. Tehát ugye, ha megnézzük, a hüllők szaporodnak. Mivel? Hát tojás. Az emlősök hogyan szaporodnak? Hát a magzatot hordják ki. Ugye a méhükben. Jó, tehát mondjuk van egy, mondhatjuk azt, hogy van egy belső tojás az a hüllőkben. Jó, tehát más a szaporodás. És ugye ahol nincs, tehát a semlegesek, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy maguktól nem tudnak szaporodni.
Tehát az azt jelenti, hogy létre kell hozni azt a testet. De ezáltal, hogy maguktól nem szaporodnak, ezáltal ugye bizonyos dolgok hiányoznak az életükből. Mondjuk a párosodás és annak a késztetése hiányzik az életükből. Oké? De itt most testekről beszélek. Tehát a lélek fogja, fölveszi azt a testet, és abban működik addig, amire szüksége van, és utána kilép belőle. Na most, de amikor egy gyerek ugye itt létrejön a földünkön, akkor annak születés alapján kell létrejönnie. Ezért így, ugye ide egy olyan testet kellett választani, ami ennek alapján működik, hát nem teremteni kell, hanem magától tud létrejönni. Ebben rengeteg kísérlet volt. Lásd a Neander völgyit. Az az előző ember volt. És más emberek is voltak. Ugye a Neander völgyit elkezdték genetikailag fejleszteni, ezáltal megnőtt az agytérfogata. Tehát az agytérfogat növekedésével ugye megnőtt a fej. És azért pusztult ki a Neander völgyi, mert nem tudta megszűzni az utódokat. Érted? Ezért ki kellett kísérletezni olyan emberi lényt, amely tud szülni. Ezért találták ki, hogy a koponya összecsúszik. Tudjátok. Tehát, hogy még nincs megcsontosodva a koponya, és akkor képesek a koponya lemezek összecsúszni. És ugye még nem forr össze, ugye a koponya lemezek. Ezáltal ugye, amikor szül egy anya, akkor a fej az képes kisebbé válni, ahogy ki tudjon bújni. És ezért problémás, hogy a nagy agyú, nagy fejű gyerekeknél hát nehezebb a szülés. Ott az anya nehezebben szül. Ugye, ha megnézitek, ezért, nem csak ezért, kényelmi okokból is, egyre több az olyan szülés, ahol már nem szüléssel történik a szülés, hanem kiemeléssel. Tehát kiemelik. Tehát lényeg az, hogy van további genetikai beavatkozás, hogy egyre nehezebben szülnek a nők átlagosan, annak amiatt, mert genetikailag beavatkoznak abba, hogy az agy egyre nagyobb és nagyobb legyen. Világos ez? Na most, tehát ez azt jelenti, hogy ha megnézzük, a testünk és a lelkünk teremtése, az teljesen más. Köze nincs egymáshoz. Na most ahhoz, hogy rájöjjünk a testünk működésére, az egy kicsit előrébb kell menni itt a történelembe, el kellene menni egy kicsit az előző emberiséghez. Az előző emberiség, akik hasonlítottak hozzánk, az itt éltek Eurázsiában és Afrikában. De volt egy másik humanoid faj, az pedig az amerikai földrészen élt. És lényeg az, akkor még volt egy-két olyan másik földrész, például, mint Atlantis, vagy másként is szokták nevezni, mindegy, ami még volt. De lényeg az, hogy Amerika területén éltek a nem emlős humanoidok, tehát nem a hozzánk hasonlók, hanem a hüllő humanoidok, tehát a hüllő humanoidok. És a szaporodással ez a két faj, ez hát területet akart magának. A másik rovására természetesen. És ugye oda jutottak, hogy nagyon magas technikai szintre jutottak, magasabbra, mint most mi vagyunk. Mind a két faj. És háborút kezdtek el egymással szembe vívni. És ez fenyegette a bolygó létét. Tehát azzal fenyegetett, hogy a bolygó ezáltal megszűnik létezni. És akkor lejöttek a fentiek, ezt rendet raktak. Az azt jelenti, hogy ugye el lettek küldve a humanoidok is, tehát mind a emberi
kinézetűek, azok is elettek, és elettek küldve a hüllők is. De a hüllők egy csoportja, az nem ment el, egy kis csoport, egy egész kis csoport, hanem lement a föld mélyére. Illetve mielőtt elment volna az utolsó hüllő, akit eldeportáltak, azoknak megbízták, hogy hozzanak létre egy emberi fajt. Egy emberi fajt. Büntetésből. Ez ott a bünti. És létrehoztak minket. És hogy hoztak létre minket? Ugye akkor volt a Földön olyan emberi faj még, ami emlősként működött, értelmes volt, mondhatjuk, hogy ilyen neandervölgyi szerűség. Az volt az egyik genetikai alany, a másik genetikai alany ők voltak, tehát ők a fentiek. A harmadik genetikai alany ugye egy kis részben a hüllők voltak. És ez nem volt megegyezés. Tehát nekik nem szabad lett volna a hüllőgéneket berakni. Tehát ez a hüllőgén, ez egy ilyen 4%. Nem több. És létrehoztak egy olyat is, ami ilyen 40%-os. Tehát 40%-os hüllőgén. Tehát olyan embert is létrehoztak. És lényeg, hogy ugye utána azok, akik a kísérletben részt vettek, tehát a kísérletet megcsinálták, azok is szintén el lett küldve, de mondom, egy kis csoport, egy egész kis csoport, az elbújt a föld mélyén. És létrejöttünk mi emberek. Tehát gyakorlatilag miből jöttünk létre? Mondhatjuk azt, hogy egy félig ember, félig állatból létrejöttünk valamilyen szinten hüllőből, meg a fentiekből. Ebből a háromból. Na most... És ugye ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy egy kevert faj vagyunk. Egy eléggé kevert, ami ilyen egyedi. És ugye mikor derült az ki, hogy ebbe a fajba a hüllőgén is van? Amikor már nagyon sokan voltunk. Tehát ez nem derült ki. Tehát akkor... Valamilyen oknál fogva nem volt egy olyan kontroll, hogy ez kiderüljön, és ez a faj elkezdett szaporodni. És akkor derült ki, amikor már nagyon sokan voltunk, és akkor már nem törölték el ezt a fajt. Na most a java az embereknek az a 4%-os hüllőgénnel rendelkező. A kisebbség az a 40%-os hüllőgénnel rendelkező. Azokkal, ugye, ha szaporodnak, akkor csökken a hüllőgén. De ha önmagukkal szaporodnak, tehát ha másokkal szaporodnak, a 4%-kal szaporodnak, akkor csökken a hüllőgén. De ha önmagukkal szaporodnak, akkor nem csökken a hüllőgén. Na most, ez annyit jelent, hogy ha megnézed itt a bolygón, ilyen furcsaságot látsz. Vannak olyan emberek, akiknek mintha nem lennének érzelmeik. Tehát nincs bennük sajnálat, nincs bennük könyörület, nincs bennük megbánás, nincs bennük, mit tudom én, lelkiismeret, furdalás. Érted? Nincs lelkiismeret, furdalásuk. Tehát, ami azt jelenti, hogy ilyen hidegvérűen tudnak működni. Na azokban 5% feletti a hüllőgén. Oké? Okay. Akikben van, azoknak 5% alatti a hüllőgén. Minél brutálisabbak ebbe a érzéketlenségbe, hát nyilvánvalóan annál magasabb a hüllőgén bennük. És az a helyzet, hogy sok ilyennel találkozhatsz.
A vezetők jó része az magasabb, mint 5% különbségű. Tehát gyakorlatilag nem érez szánalmat, nem érez megbánást, nem, nincs lelkiismeret furdalása. Ezért lesz vezető. Ezért lehet vezető. Hát nem ezért lehet vezető, hanem ezért vezető. Végrehajtó tud Igen, lenni. ezért vezető, de ez nem jó, mert a többieknek baromira nem jó. A parancsot tudta írni. Így van. Ellenállás nélkül. Így van. És ráadásul ugye van még egy prüccök, hogy van egy lenti társulat, amely csak akkor tud szaporodni, ha innen lelkeket viszel az emberektől. Tehát egy fejlett lény hiába van testileg fejlett, ha nem raksz bele lelket, nem tud gondolkodni. Érted? Tehát ahhoz, hogy egy fejlett test gondolkodni, hiába van ménkű nagy agy, ha nincs benne lélek, nem tud gondolkodni. Tehát nincs logikája, érted? Tehát ahhoz, hogy egy lélek logikusan működjön, nem egy lélek, egy test logikusan működjön, ahhoz bele kell rakni egy értelmes lelket. Érthető ez? És ha ez nincs meg, akkor olyan, mint egy állat. Idomítható, de nem tud kigondolni dolgokat. Nem tud kitalálni dolgokat, nincs logika benne. Nem tud gondolkodni. Érted? Tehát ezáltal nyilván nem mennek semmire azzal, hogy létrehoznak testeket a lentiek, mert hát nem tud logikusan gondolkodni, hanem úgy működik, mint egy állat, gondolkodás nélkül, akkor könnyen elpusztítható, mint test. Hát lelket nem lehet elpusztítani. Csak mint test, könnyen elpusztítható. És ugye ez érdekes, mert ha egy testbe van zárva egy lélek, akkor a lelket könnyű befogni. Érted? De ha a lélek kiszabadul a testből, akkor már befoghatatlan. Jó? Tehát lényeg, hogy ugye mi történt? Tehát ugye itt 4500 évről beszélünk, 4500 év távlatában, hát bizony sikerült lelkeket lopniuk. Nem egyet, nem kettőt, hanem sokat. És ez a pár, ugye Hüllő, Anunnaki, ha jobban tetszik, az gyakorlatilag már nem pár. De még volt egy fontos esemény az ő életükben, meg sajnos az emberiség életében is. Hát volt egy nagy háború, legutoljára a 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, csillagközi háborúra gondoljatok, ahol a fentiek harcoltak a hüllőkkel, a naprendszerért, tehát a hüllők megtámadták a naprendszerünket. Nem csak a naprendszert, gyakorlatilag a galaxist támadták meg. Ugye ők a Drákon bolygóról származnak, az utána nézhetsz, hogy hol van a Drákon rendszer, az hol van. Csillagrendszerbe is része a csillagrendszernek is. Sárkánycsillag. És lényeg az, hogy ők onnan valók, és megtámadták ugye a galaxisunkat, de ezt a támadást visszaverték, ugye a fentiek, viszont a Földre lemenekült egy űrhajó. És az űrhajóban lévő hüllők. És ugye találkoztak, természetesen lemenekültek azokhoz, akik itt voltak, és ezáltal ugye innen kezdődött a probléma, az, hogy hát hozták a technikát. Tehát ugye azok, akik 4500 évvel ezelőtt lemenekültek, azok nem vitték magukkal a technikát, de a múlt századtól viszont vitték a technikát. Múlt század elejétől. És ugye ennek következtében ugye mi történt?
Hát az történt, hogy létrehozták az első világháborút. És létrehozták a technikai fejlődést. Tehát a technikai fejlődés az a lentiek következménye. Jó, tehát ami most történik a bolygón, az mindig úgy történt már az elmúlt, tehát a második világháború óta, hogy, sőt már az elsőben is valamilyen szinten, hogy a lentiek támogatásával létrehozott, valakik létrehoztak valamilyen technikai fejlődést, és akkor a fentiek is létrehoztak a másik ellenfélnek is technikai fejlődést. Tehát ezért nyerték meg például a második világháborút az orosz, amerikai, angol összefogás, mert a fentiek adtak technikát, ugye a Hitlerék lenti technikájához képest. Jó, tehát, és ez folyamatosan azóta így van, de ez nem azt jelenti, hogy mindig ugyanazt támogatták a fentiek vagy a lentiek, ne értsétek ezt félre, hanem azt jelenti, hogy attól függően, hogy ki hogyan élt vissza a hatalmával, mindig azt támogatták, akiket megtámadtak a hatalommal visszaélők. Nem tudom, világos-e. Mert az ember az egyszerűen nem abból a mi voltunkból, ami volt ez, amit mondtam, abból a félig ember, félig állat működésből származó működésünkből lettünk ilyen hatalomvágyók. Ők nem voltak hatalomvágyók. Az állatok, ha megnézed, nem hatalomvágyók. Tehát a hatalomvágy az nem állati eredetű. A hatalomvágy az isteni eredetű. Tehát az azt jelenti, hogy a lelkekben van hatalomvágy. Oké, hát megnézed, az állatok nem akarnak mindent leuralni. Lehet, hogy akar, mit tudom én, egy család fölött uralkodni, érted? De nem akarja leuralni az összes élőlényt. Tehát ez a hatalomvágy, ami az emberekben van, ez isteni. Tehát a teremtői eredetű. Jó, tehát ez abból, tehát ezt most azért mondtam, mert ugye a legnagyobb probléma itt a bolygón a hatalomvágy. Nem a pénz szeretete. A pénz szeretete az a hatalomvágyból fakad. Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Tehát a legnagyobb probléma a hatalomvágy. Minden emberben benne van a hatalomvágy, a mértéke nagy mértékben attól függ, hogy ezt mennyire korlátozták benne gyerekkorban, vagy nem. Érted? Tehát ha nagy mértékben korlátozták a hatalomvágyát, akkor neki hatalomvágya kisebb. Jó, ha nem korlátozták, és hagyták, hogy uralkodjon másokon, akkor a hatalomvágya nagyobb. Sőt, hogyha őt, ugye van egy másik véglet, amikor valakit nagyon leuralnak, akkor ugye ő is le akar uralni mást. Jó, tehát a hatalomvágy az egy isteni vonal. Tehát gondold végig, ha nem lenne hatalomvágy, akkor úgy járnánk, mint az állatok. Az állatoknak mi a céljuk? Két dolog, illetve egy dolog alapvetően, a túlélés. Tehát nekünk nincs már céljuk. A túlélés része a szaporodás. Ugye ezt tudjátok? De nem csak a szaporodás a túlélés része, hanem a táplálkozás, vízivás, ez mind a túlélés része. Értitek? Tehát az állatoknak nincs hatalomvágyuk. Tehát csak az értelmes lényeknek van hatalomvágyuk. És ugye az a baj, hogyha ez a hatalomvágy, ez túlteng, vagy azért, mert nagyon leuralták gyerekként, vagy azért, mert mindent ráhagytak. És akkor onnantól azt gondolja, hogy hát, mivel mindent ráhagytak, akkor neki mindent szabad. Oké? Okay? Tehát ugye ez a két véglet. Tehát egy normálisan
volt valaki nevelve, akkor nincs ilyen mindenkit leuraló hatalomvágya. Jó? Tehát a hatalomvágy azt tudja létrehozni, tehát az emberben eredendő hatalomvágy, hogy az embernek legyen egy céljai. És túllépjen a túlélésén. Érted? Tehát, hogy túllépjen a túlélésén. Tehát a hatalomvágy azt segíti, hogy a túlélésünkön túllépjünk. Tehát, hogy ne az legyen a célunk, hogy csak túlélünk. Érted? Hanem ennél több. Érted? Na most ugye a hatalomvágy az terjedhet más emberek leuralásán, de terjedhet odáig is, csak, idézőjelben csupa nagybetűvel a csakot, hogy minél több emberen segíteni. Tehát minél több embernek jót tenni, érted? És ez a normál hatalomvágy. És ez a teremtői hatalomvágy, ami azt jelenti, hogy minél több élőlénynek jót tenni, érted? És ugye mikor tud ez működni? Hogyha valaki jó állapotban van. Tehát, hogyha mindent megengedtek neki, akkor lehet, hogy volt egy jó gyerekkora. Csak felnőttként már nem tudja azt megtenni, hogy mindenki szót fogadjon neki, érted? Tehát az történjen, amit ő akar. És ezáltal mi fog történni? Rossz hangulatba fog kerülni. És ha rossz hangulatba kerül, akkor előjön a negatív hatalomvágy, ami abban nyilvánul meg, hogy nem jót tenni az élőlényeknek, érted? Hanem leuralni őket, kihasználni őket. Nem tudom, ez elég világos-e. Tehát gondoljátok végig. Tehát még egyszer, hogy ez érthető legyen, ez nagyon fontos. Tehát egy olyan ember, akinek megengedtek minden gyerekkorba, az felnőttként meg fogja tapasztalni, hogy nem minden úgy kell, hogy legyen, ahogy ő akarja. Na most emiatt, hogy nincs úgy, ahogy ő akarja, rossz állapotba kerül, és elkezd negatívan elérni azt, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja. Érted? De ha az ember negatívan akarja elérni, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja, tehát erőszakkal, akkor ez nem jó hangulatra mutat. Ha nem jó hangulatra mutat, akkor az azt jelenti, hogy a szeretet az nagy mértékben lecsökken benne. És nem szeretet alapon kezd el működni, hanem az agresszív, tehát a parancsolgatás, agresszivitás alapján fog működni. És az azt jelenti, hogy elkezdi leuralni az embereket. Világos ez? Ugyanez akkor, hogyha valakit nagyon elnyomtak gyerekkorban, akkor ő felnőttként lesz nagyon elnyomó azért, mert gyerekkorban már elérték, hogy ő alacsony hangulatban legyen, és ezért bármit, amit el akar érni, minden csak úgy gondolja, hogy ő csak erőszakkal tudja elérni. Oké? Tehát rajta erőszakoskodtak, ezért utána azt gondolja, hogy minden csak erőszakkal lehet elérni, és ezért végig erőszakoskodja az egész életét. Jó, tehát ezért mondtam, hogy ez a kétféle véglet van, de mind a kettőnél azt hozták létre, hogy a szeretet az egy alacsony szintre süllyedjen. És ha a szeretet alacsony szintre süllyed, akkor az illető nem szeretet alapon kezd el az embereknek segíteni, irányítani, hanem egyszerűen fogja és ráerőszakolja az akaratát másokra. Világos ez? Na most, ha megnézed a jelenlegi vezetőket a világban, amiről ugye Miklós is beszélt az imént, az mind nem szeretet alapon vezető, hanem erőszak alapon vezető. Tehát tudhatod akkor, hogyha ennek a tudásnak valamilyen szinten birtokába vagy, tehát már ezt ebből az információból, amit elmondtam, hogy vagy gyerekkorában mindent megengedtek neki, vagy leuralták gyerekkorban, érted? Tehát magyarul erőszakosan bántak vele. Világos ez? Tehát ezekről a vezetőkről előre tudhatod, hogy ezek ilyenek. Úgyhogy nem is beszéltél velük, hogy vagy az egyik,
vagy a másik, tehát vagy mindent megengedtek gyerekkorba, neki minden szabad akkor volt. Akkor jó vezető. Így van. Akkor így van, és ugye azért lett erőszakos, mert utána rájött arra, hogy azért nem minden, tehát mikor felnőtt, hogy nem minden úgy történik, ahogy akar, akkor lesüllyedt a hangulata, rossz hangulatúvá vált, és rájött arra hirtelen, könnyedén, ugye, hogy erőszakkal viszont el tud érni dolgokat. És akkor erőszakkal hatalomba kerül. Világos ez? Tehát erőszakosan. Tehát akik hatalmon vannak, azok szerte a világban, az nem tudás alapján lettek hatalmon, hanem erőszak alapján. Tehát az mind erőszakos ember. Mind. Jó? Na és ha megnézzük ezeket a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy itt vagyunk mi emberek, de miért is vagyunk itt? Az imént említettem. Azért jöttünk le, hogy rövid idő alatt megismerjünk olyan dolgokat, ami alapján megtanuljuk, tehát találkozzunk nagyon sok problémával. Minél több problémával találkozik az ember, annál többet tud fejlődni, ezt csak úgy mondom. Ez tényleg így van. Erről te is beszéltél. Hogy a problémák, ugye azok nem negatívak. Így van, persze. Ez azt jelenti, hogy minél több problémát megélünk, annál többet tudunk fejlődni belőle. De ellenállóbbak is lesz. Így van, de hát ha jól állunk hozzá. Így van. Hát ha jól állunk hozzá. Viszont jól tudunk vele sáfárkodni. Így van. Mert ha nem jól állunk hozzá, hanem a saját problémáinkkal szemben negatívan állunk, akkor az azt jelenti, hogy az a probléma az nem lesz megoldás az életedben, és semmit nem tanulsz belőle. Ezáltal újból és újból megkapod ugyanazt a problémát. Végigviszi az egész életedet, és gondold végig, hogyha te egy problémádat nem tudsz kijavítani az életedben, akkor nem tudtad megtanulni az életedben azokat a problémákat, amit előre bevállaltál. És jön a karma. És ez azt jelenti, hogy a következő életedbe azokat a problémákat viszed tovább, ezt hívják karmának. Érted? Ugyanúgy meg fogod kapni azokat a problémákat a következő életedben. Mert ugyanúgy előtte a létközi állapot végén bevállalod a saját sorsodat. Érted? De alakíthatod a saját sorsodat? Ugye itt ez a kérdés. Hogy ne alakíthatnád? Tehát, hogyha te megtanulod a problémáidat kezelni, és minél több embernek segítesz abban, hogy ők is tudják kezelni a problémáikat, vagy minél több embernek adsz tanácsot, hogy tudjanak kezelni problémákat, az neked azt jelenti, hogy teljesíted az itteni leszületésedet, a küldetésedet. Érted? Akkor vagy az élet feladatodnak. És akkor vagy az élet feladatodnak. Így van. Tehát, ha te ezt nem csinálod meg, akkor a küldetésedet nem teljesíted. Tehát bármi olyan probléma van, vagy lesz a hátralévő életedben, vagy volt eddig, amit nem oldottál meg, akkor az azt jelenti, hogy biztos, hogy inkarnálódnod kell. Ha egyet is nem tanulsz meg, nem oldod meg, inkarnálódnod kell. Ez durva, de ez van. Ez a tanulás lényege. Ez a tanulás lényege. Hogy minden, ami történik veled, azt tanulságot kell belőle levonni, meg kell tanulni belőle mindent, amit lehet, és meg kell oldani. Hogy tudsz megoldani egy olyan problémát, ami már nincs? Hát tanulságot le tudsz belőle vonni. Rá tudsz arra jönni, hogy vajon miért kaphattam én ezt? Érted? Hogy mit kellett volna tennem adott helyzetbe. Tehát az ember a jelenben rájön arra, hogy mit kellett volna tenni helyesen abban az adott helyzetben, akkor ezzel megtanulta azt. És a jövőjét is megjavította. És ezzel megjavította a jövőjét. Tehát a tanulási folyamat az később is tanulási folyamat, amikor már azon a problémán esetleg idézőjelben túl vagyunk. Az lesz a bölcsesség. Így van. Tehát, és ugye az is fontos, hogy amit az ember bevállalt ebben az életében, azokat a dolgokat,
azokat maradéktalanul teljesítse. És ugye én például ennél többet vállaltam. Tehát én nem csak azt vállaltam, hogy maradéktalanul teljesítsem azokat a problémákat, megtanuljam kezelni. Nem csak annyit, hanem én ugye rengeteg olyan problémával találkozok, amit én nem éltem meg. Ami azt jelenti, hogy képzeljétek el, nekem azokra is kell választ adnom, amiket én nem éltem meg, amit mások élnek meg. Tehát nem csak a saját problémáimból kell tanulnom, hanem mások problémáiból is kell tanulnom, sőt, nem csak tanulnom kell belőle, hanem meg kell válaszolnom. Tehát meg kell adnom rá a módszert, a megoldást. Én ezt is vállaltam. Tehát többet vállaltam, mint általában az emberek. Na most, ugye, gondold végig most, azt gondolod, de hogy mennyi van az életedből. Hogy tudod még megtanulni azokat a dolgokat, ami hátra van? Na most, ha jól teszed a dolgodat, van egy óriási előnyöd a többiekkel szemben. Tehát, hogyha innentől kezdve jól teszed a dolgodat. Ugyanis, van, mint az imént mondtam, van egy létrehozott bolygó, kín az univerzum szélén. Ezt említettem? Az univerzum, nem említettem? Hát lehet, hogy akik már hallottam tőlem előadást, azok tudják. Ha itt most nem említettem. A szélén, a legszélén. A legszélén, az univerzum szélén van egy bolygó, egy földszerű bolygó, ami létre van hozva, ahol nincs technika, ahova inkarnálják már azokat, akik nem születhetnek ide. És lényeg az, hogyha az ember onnantól kezdve, hogyha információi vannak függetlenül attól, hogy milyen korú, arról, hogy tanulni, fejlődni, problémákat megoldani kell, és ebben segíteni kell másoknak, és a hátra lévő életükben, amit megtehetnek, megtesznek, akkor egy jó hír, akkor nem oda inkarnálódnak, hanem ide. És ha ide inkarnálódnak, akkor már egy olyan családba inkarnálódnak, amely be fog jutni az aranykorba. Hoppá! Amely be fog jutni az aranykorba. Amelyik azt mondja, hogy ő nem akar ilyet, nem is akar fejlődni, nem is fejlődött semmit, az megy oda ki az univerzum szélére. És ott inkarnálódik. Oké? Okay? Mi a különbség a kettő közt? Az a különbség, hogy ide már nem fognak inkarnálódni pszichopaták. Oda meg igen. Tehát be lehet születni szépen a pszichopaták közé. Érted? Így van. A pszichopaták közé beszületés pedig azt jelenti, hogy olyan emberi lények közé születtek be, vagy születnek be azok a személyek, akik, mert nincs érzelem. Érted? Tehát nincs lelkiismeret furdalás, nincs az, hogy mit tudom, sajnálat, nincs könyörület. Magyarul ugyanúgy elnyomást kapnak az emberek, mint amit itt. Mert ahhoz, hogy egy ember fejlődjön, meg kell élni a rosszat. Érted? De ha egy ember ebben az életben megéli a rosszat és tudja kezelni, akkor beszülethet egy olyan társadalmi formába, ahol nincs elnyomás, és az az aranykor. És akkor ugye kérdeznétek azt, hogy mi lesz azokkal, akik most itt az elnyomók? Meg fognak halni. Vagy olyan állapotba, vagy amikor arra lesz szükség. Vagy olyan állapotba süllyednek, hogy nem tudnak elnyomni. Tehát egy pszichopata az mikor nem tud elnyomni? Például ilyen, tudod. Na, akkor nem tud elnyomni. Tehát amikor rászorulóvá válik. Tehát az, hogy egy ember rászorulóvá váljon, a fentieknek ennyi. Oké? Okay? És onnan, hogyha egy ember rászoruló, akkor legfeljebb az ápolóját tudja elnyomni, de más nem. És nem életben mindegyik ilyen olyanná válik. Lehet látni, hogy leépül.
Hát a le, a le, 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 le. Hát például a demencia, például a Alzheimer, az mind ez a folyamat. Ahol leépül egy olyan állapotba, ahol már nem tud elnyomni. Tehát nem tud elnyomni. De nem csak ez. Ilyet tud létrehozni az agyérgörcs, ilyet tud létrehozni az agyvérzés. Ez mind ilyet tud létrehozni. Hogy az illető már nem tud elnyomni, mert nincs abban a fizikai állapotban, hogy elnyomjon. És szellemi állapotban, hogy elnyomjon. Na, erről persze nem mondanak nyilvánosan semmit. Csak betegség. Így van. Az így okot van. Nem mondják. Nem. Szóval lényeg az, egy pillanat rögtön, tehát lényeg az, hogy nem mindegy, hogy ha valaki például idős, hogy hova fog visszaszületni. Ugye, mert van egy kis időnk még, mert 2035. Tehát 2035-re kell ezen a bolygón aranykornak lenni. És 2035-ig ugye sokan meg fognak halni. Még, de jó emberek is. És egyáltalán nem mindegy a jó embereknek, hogy hova születnek. Hogy ide, be egy olyan családba, amelyik megy az aranykorba, vagy egy olyan családba születnek oda ki, érted? Ahol nincs aranykor. Ahol ott vannak a szociopaták is. Oké? Okay. Meg a szociopata, meg mit mondtam? Pszichopaták. Ugye mi különbség a kettő közt? Ugye a pszichopata az genetikailag öröklődött. Tehát a pszichopaták azok örökölték genetikailag. Ugye említettem, hogy ők azok, akik magasabb hüllőgénnel rendelkeznek. Tehát 5% feletti hüllőgén. Jó? No, szóval lehet kérdezni. Szeretném kérdezni, hogy mivel a fentieknek lényegesen szélesebb spektrum rálátása van az itteni földi életre, hogy hogyan zajlik a fejlődésnek a volumene, vagy nem zajlik, hogy az, hogy hagyták, hogy a hüllőknek egy nagyon picike csoportja 4500 évvel ezelőtt megbújjon a föld mélyében, plusz a 18. század végén bekerüljön egy technikai vívmányokkal is ellátott plusz űrhajó ide ebbe a földi szférába, és beleavatkozzon így nagy mértékben az embereknek a fejlődési rendszerébe negatív előjellel, plusz hagyták, hogy így elszaporodjanak ezzel a nagy hüllő genetikai állománnyal, tehát hogy többségük már olyan mennyiséget érte, hogy az egész politikai meg egyéb vezetői körbe be tudtak kerülni, hogy ez egy direkt hagyott állapot, és gyakorlatilag a nyomás és teher alatt nő a pálma című történet a szétválasztódás részét képezték, vagy képezik ezáltal, vagy pedig a be nem avatkozás révén hagynak egy folyamatot magától generálódni, és megnézik, hogy mi történik, hogy a Föld esetében ez miért lett így hagyva, hogyha erre válaszolnám, akkor azt megköszönnék. Hát ugye, elnézést, részben, tehát ugye az volt a kérdés, hogy miért hagyták a fentiek, hogy ugye így alakuljon, ilyen negatívan alakuljon, miért hagyták, hogy itt legyenek ezek a lények, meg a hüllők is, meg a pszichopaták is gyakorlatilag miért legyenek, miért hagyták ezeket. Na most ugye tudnunk kell azt a dolgot, hogy részben ugye nem tudtak mit tenni, tehát azt ugye elmondtam, hogy nem tudták, hogy hüllőgént is raktak az emberiségbe. Ugye az előzőkben nem volt. Tehát abban nem volt. Tehát ezt nem tudták. Később derült ki, ezt is említettem, amikor már sokan voltunk, és akkor nem akarták eltörölni az emberiséget. Ugye miért hagyták, hogy így alakuljon a dolog? Tehát van az élettel kapcsolatban egy fontos szabály. Ugye ezt a fentiek erre figyelnek. Hogyha egy élőlény önmaga nem tud túlélni, akkor alkalmatlan az életre. Akkor az alkalmatlan az életre. Tehát minden élőlény úgy lett eredendően létrehozva, és az maradt fenn, amely a saját túlélését biztosítani tudta.
az a kísérlet, ahol az lett bebizonyítva, hogy az az élőlény nem tud ma önmaga fenntartani az életét, tehát nem tud szaporodni, stb. Tehát nem tud fennmaradni, az mind eltűnt a világegyetemből. Az mind. Tehát ugyanez az ember. Ha az ember nem képes arra, hogy fennmaradjon, akkor annak pusztulnia kell. Szó szerint. Érted? Ez a kiválasztás. Ez a kiválasztódás. Tehát az embernek be kell bizonyítani, hogy képes a túlélésre. Tehát most, ha megnézzük, egyáltalán nem a túlélés felé halad az emberiség, úgy unblock. Fejhajtás felé. Így van, unblock. Igen, a bealászkodás felé. Így van. Félelem. Tehát egy fejlett faj, amiben lélek van, az mind fejlett. Tehát ugye mi vagyunk a világegyetemben, hát meg a többi ilyen kísérlet, nyilván, de hát ők is ugyanebbe a cipőbe járnak, mint mi. Tehát mi vagyunk a világegyetemben azok, mint emberek, akik ugye ezt csináljuk, hogy gyakorlatilag most túlélünk, vagy nem élünk túl. Tehát mi vagyunk így ezzel. A többinél nincs ilyen, hogy túlél, vagy nem él túl. Tehát mi vagyunk azok, hogy most túlélünk, vagy nem élünk túl. Tehát egy értelmes lény, az nem teheti meg azt, hogy nincs önérzete. Azok az állatok. Az állatoknak nincs önérzetük, érted? Egy értelmes lénynek lennie kell önérzetének. Tehát egy értelmes lény az nem egy idomítás része. Az állatokat idomítják, az emberek egy értelmes lényt nem szabadna idomítani, érted? Tehát magyarul egy értelmes lénynek nem szabadna hagyni, hogy idomítsák. Ha egy értelmes lényt idomítanak, akkor minek bele az értelem? Ahhoz nem kell bele értelem, ahhoz elég létrehoznak egy testet, és nem kell belerakni lelket, és lehet idomítani, mint egy majmot vagy egy kutyát, érted? Ami azt jelenti, hogy az nem a túlélés része. Tehát a faj túlélés része az, hogy önérzetesek vagyunk, és nem hagyjuk magunkat idomítani. Ez ezt jelenti az emberiség esetében. És akkor nézzünk másik részét, mert ennek másik része is van. A másik része az, gondoljátok végig, hogy itt mi emberek, na mit akartam mondani? Hogy mi a másik rész? Mindjárt eszembe jut. Jó, tehát az egyik volt az idomítás, az önérzet. A önvaló eltalálás. Na várjál. Csináljunk egy szünetet. Jó?